Sziasztok! Ma Magyarországról és a vizekről szeretnék egy kicsit beszélni. Magyarország nagyon gazdag vizekben. A föld alatt és a föld felett is rengeteg vizünk van. A föld felett azért van sok víz az országban, mert Magyarország körül magas hegyek vannak, és a hegyekben sok-sok forrás van, amik patakok lesznek, és aztán folyók, és az összes víz ide érkezik Magyarországra. A két legnagyobb folyót talán ismered, ezek a Tisza és a Duna. Az én kedvenc folyóm a Rába, ami Ausztriából jön Magyarországra, és Győrnél folyik a Dunába. A föld alatt is sok-sok vízünk van, mivel Magyarország nagyon gazdag termálvízben. Azt olvastam, hogy 150 termálfürdő van az országban. Nekem már gyerekkoromban is teljesen természetes volt, hogy fürdőbe járunk. És már akkor is, 30 évvel ezelőtt, szinte minden városban, még a kisebb városokban is volt fürdő termálvízzel. Azóta nagyon sokat fejlődött a termálturizmus, és európai szintű fürdők és szállodák épültek. Sok külföldi turista is jön ezekbe a fürdőkbe. Az osztrák, német és cseh turisták között népszerű Sárvár, Bükkfürdő és Hévíz. Sok lengyel és szlovák turista megy Debrecenbe és Hajdúszoboszlóra. A budapesti fürdők is népszerűek, a Széchenyi fürdőnek 2 millió látogatója van évente. És nem csak a külföldi turisták imádják a fürdőket, ha valamilyen ünnep miatt hosszú hétvége van, akkor a fürdők melletti nagy szállodák tele vannak magyar turistákkal. Te voltál már termálfürdőben Magyarországon? Hol? És milyen volt? Írd meg kommentben!